Mi csak egy esélyt kérünk neki, hogy meggyógyuljon, hogy élhessen. Az idővel fut versenyt Lázár Levente és családja. A kisfiúról 2 éves korában derült ki, hogy egy genetikai izomsorvadásos betegségben szenved. És sajnos a 2 éves születésnapja után, november 4-én közölték velünk, hogy Duchenne-féle izomdisztrófiája van. Hát minket teljesen lesokkolt ez a hír. Soha nem hallottunk erről a betegségről korábban. A családban nincs ilyen, még csak gyanú sem merült fel, akár másnál. Az évek alatt ugye folyamatosan elpusztulnak az izmai, ugye az izomsorvadás egy fajtájáról beszélünk, és évről évre romlik az állapotok, és ugye az testében minden izmot érint, szívizmot, nyelőizmot, légzőizmokat, hogy önállóan képtelenek lesznek járni, lélegezni, enni. Ugye a szívizom romlása az ilyen 25 éves kor között várható, és sajnos hirtelen korai halálhoz vezet a gyerekeknél. A család célja, hogy minél több időt nyerjenek a most 5 éves Levinek, hiszen az ilyen betegek 10 éves koruk körül kerekesszékbe kerülnek, majd végül bekövetkezik a legrosszabb. Mi úgy jöttünk el a kórházból, hogy ő egy gyógyíthatatlan beteg. Próbálkozom olyan dolgokat keresni, ami reményt adhat neki, vagy időt adhat neki, hogy tovább legyen velünk, tovább tudjuk őt szeretni. A kisfiú állapotromlását azonban csak egy méregdrága amerikai génterápia biztosítaná, ami több mint 1 milliárd forintba kerül. Tulajdonképpen egy infúzió, ami lecsöpög egy fél óra, egy óra alatt, és tulajdonképpen megváltoztatná az életünket. Egy országos gyűjtést indítottunk azért, hogy esélye legyen arra, hogy meggyógyuljon, hogy élhessen. Nagyon nehéz azt elfogadni, hogy ennyi pénzt kérnek egy gyermek életéért. Hogyha egy évvel tovább jár, és az egy csoda, és ugye, mint édesanyja, nem adhatom fel, amíg élek, addig küzdeni fogok ért, hogy meg kell, hogy őt mentsem. A család arra kéri az embereket, hogy segítsenek kisfiúknak, Levinek, hogy teljes életet élhessen, ahogy az más, vele egyidős gyerekeknek megadatik. Te mit üzennél Levinek és családjának? Írd meg kommentben!